Az előző két kiírás bajnokaként, de a korábban megszokottnál szerényebb célokkal vágott neki a 2022-23-as idénynek a nyírbátori csapat. Nyáron három meghatározó játékos, köztük az előző két idény gólkirálya távozott, és Molnár András, Falcsik Miklós váltotta a kispadon. A hivatalos célkitűzés a biztos bennmaradás kiharcolása volt a megerősödött mezőnyben. Ehhez képest a harmadik helyen zárta az őszt a Bátor úgy, hogy csak az előtt álló Mezőkövestől és DVTK-tól szenvedett vereséget, és egy döntetlen mellett 8-szor győztesen hagyta el a pályát. Úgy gondolom, hogy ez most erőn felüli, ugyanis úgy megerősödött a mezőny a két évvel ezelőtti Mezőkövesdel, aki még két évvel ezelőtt NB1-ben szerepelt, egy nagyon megerősödött DVTK-val, egy továbbra is erős és erősödött acélvárossal, de ide sorolnám a megerősödött Tiszavasvárit, a mindig stabil Kisvárdát is velünk együtt. Ezért ennek fényében ezt én bravúrnak tekintem ezt a dobogós helyet. Annak tekintetében is, hogy a végére elfogytunk, sok sérültünk lesz, többek között Vasas Gyurci, aki nagyon érzékenyen érintett bennünket a sérülése, illetve a fiatalok közül is a végére többen megsérültek, így a végén már elég szűk kerettel tudtuk befejezni az őszi szezont. Falcsik Miklós edző a bajnokság előtt elmondta, hogy stabil védekezésből gyors támadásokat indító csapatot szeretne látni a pályán. A csapat erre alkalmas tulajdonképpen, hátul stabil két kapussal, akik hozták is, hiszen mindketten szinte az egész szezonban 50% fölötti teljesítményt nyújtottak. Aki ismeri a kézilabdát egy picit jobban, az tudhatja, hogy ez milyen remek teljesítmény. A védekezésünket próbáltuk stabilabbá tenni, és abból a gyors indításokat, lerohanásokat, amit helyek közel meg is valósítottunk. Úgy gondolom, hogy védekezés tekintetében fejlődtünk, a gyors lerohanások, illetve indítások tekintetében abban van még mit javítani. A szakágvezető elmondása szerint egy kivétellel tavasszal is azokra a játékosokra számítanak majd, akik ősszel alkották a keretet. Nem lesz változás a keretben, illetve egy változás van. Sajnos Vasas Gyurcinak a sérülése, mint kiderült, az egy már műtött válnak az újabb sérülése, és ő nem vállalja tovább a sportot. Mint magánember ezzel elél élete végéig, de az aktív sportolást nem tudja vállalni, így egyfővel megfogyatkoztunk. Ez még inkább ösztönöz bennünket arra, hogy fiatalokat próbáljunk még jobban bevonni ebbe a közös munkába, és próbáljuk meg őket felhozni arra a szintre, ami nem olyan egyszerű egy 17-18 éves játékosnak, bekerülve így az NB2-es bajnokság sűrűjébe, ezt teljesíteni. De ugyanezzel a kerettel fogjuk folytatni a tavasszal is. A Nyírbátor január második hetében kezdi majd a felkészülést, igaz, a játékosok az ünnepeket követően már egyéni edzéstel alapján hangolnak a folytatásra. A tavaszi szezon február közepén rajtol az NB2 északkeleti csoportjában.